Tamás Lázárné, Magyar Zsuzsanna vagyok. Egy Tolna megyei kisfaluban, Udvariban születtem. Szüleimmel és testvéremmel, Terézzel itt töltöttem a gyermekkoromat. Itt végeztem az általános iskolát, majd Bonyhádon a Percelmor közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem, végzettségem pénzügyi ügyintéző, képesített könyvelő. Ez az iskola meghatározta a későbbi életemet. Mindvégig pénzügyi, számviteli területen dolgoztam. Férjemmel 34 éve Szekszárdon élünk, egy lánygyermekünk van, Gyöngyi, aki megajándékozott két kis unokával. 2016. június 30-án szűnt meg munkaviszonyom Szekszárd megyei jogú város polgármesteri hivatalánál, ahol a gazdasági igazgatóságon dolgoztam, mint költségvetési és pénzügyi ügyintéző. 2016. július 1-től igénybe vettem a nők 40 éves munkaviszonya utáni nyugdíjba vonulás lehetőségét. Ez a 40 év 7 hónap kivételével közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonyban telt el. Ebből 33 évig Szekszárd város intézményeiben és a polgármesteri hivatalában dolgoztam. 1983-tól 4-es számú óvoda, későbbi gyermeklánc óvoda, gazdasági vezetője lettem, majd 2004-től a költségvetési elszámoló szervezethez kerültem áthelyezéssel, ahol osztályvezetői kinevezést kaptam. 2007-től az újonnan alakuló Városi Tulajdonú Gazdasági Társaságok könyvelését, pénzügyi irányítását is felügyeltem. Újabb kihívást jelentett, mikor 2011-ben Szekszárd megyei jogú város közgyűlése arról döntött, hogy az intézmények gazdálkodási feladatait integrálja a polgármester hivatal szervezetébe. Ettől kezdve a hivatalon belül dolgoztam az önkormányzat és intézményei gazdálkodási feladatainak ellátásában. A munkahelyi kötelezettségeim mellett nem szakadtam el régebbi munkahelyem, a gyermeklánc óvoda mindennapjaitól sem. Több mint 20 éve az alapítvány megalapítása óta az óvodások mindennapjainak szebbé, gazdagabbá tételéért, az intézmény vezetésével és a szülőkkel közösen önkéntesként dolgoztam a gyermekeinkért alapítványban, és elláttam az alapítvány pénzügyeivel, adóbevallásával, könyvelésével kapcsolatos feladatokat. Szabadidőmet a családommal töltöm, unokáim még kicsik, Emma most megy iskolába, Levente pedig óvodába. Elsősorban miattuk éltem a nyugdíjba vonulás lehetőségével. Köszönöm családom támogatását, főnökeim és kollégáim bizalmát, együttműködését és segítségét, több kollégám barátságát és gondoskodását az évek során. Köszönöm az önkormányzat és a hivatal vezetésének, hogy felterjesztettek a Hírling Ádám kitüntető díjra.